Hello, sziasztok! A mai videóban túlélési technikákat fogok neked bemutatni pénzügyi téren, azaz ezt a helyzetet hogyan tudod a lehető legjobban felhasználni, kihasználni, megélni. Na nézzük sorba, mik azok a bullshitmentes javaslatok, amik túlmutatnak a szokásos üres lózungokon, amiket eddig olvashattál bárhol. 1. Óvatosan a kölcsönökkel. Hiába érzed úgy, hogy stabil az anyagi helyzeted, és stabil a bevételed, stabil minden, tehát megfelelően készültél fel már az elmúlt években, és emiatt most nyugodt vagy. Óvatosan osztogasd a kölcsönöket, bizonyára a környezetedben is lesznek ilyen próbálkozások, amikor a segítségedet kérik. Nem azt mondom, hogy ne adjál. Én is adtam már kölcsön. Én azt mondom, hogy kizárólag olyan pénzből szabad adnod, ami nincs. Mármint olyan értelemben nincs, hogy van, de nincs. Tehát amire nincsen szükséged, ami a legeslegutolsó lenne a védelmi vonaladon, ami eleshet. Tehát nem a biztonsági tartalékodból adsz pénzt, nem a likvid tartalékból, nem a középtávú tartalékodból, nem nyúlsz befektetéshez és száz kiveszteséggel csak azért, hogy adhass valakinek pénzt, hanem olyan pénzből, amit úgymond most tudsz idei évre, legalább az idei évre mellőzni. Nagyon fontos, hogy segítsünk, és éppen ezért valamit kell tenni, de rangsoroljunk. Tehát nem most van a megfelelő idő arra, hogy a 20-vonalas ismerőseinknek osztogassuk a pénzt, sokkal inkább szűkítse, de azoknak a körét, akiket annyira kedvesz, annyira szeretsz, hogy úgy is képes vagy támogatni őket akár anyagilag, hogy lehet, hogy azt a pénzt évekig nem fogod visszalátni, hiszen azért kérnek kölcsön, mert őket rosszabbul érinti ez a helyzet. Tehát ilyenkor tényleg a szűk család az, aki te azt gondolom, hogy igazán kell feltétel nélkül támogatnod. Második pontunk, kerüld az ad-hoc luxusvásárlást, és csak is olyan beruházásokat tegyél meg jelenleg a luxus kategóriába, ami eddig is tervezett volt, és még mindig úgy érzed, hogy szükséged van rá. Tehát itt most ne csábulj el majd azoknak az akcióknak, amikor kapsz egy jobb tévét 20% akcióval, 30% akcióval, és közben neked nem is volt szükséged tévére. El fog jönni az az időszak, amikor majd újraindulnak itt a boltok, hogy elkezdenek akciózni. És könnyen beleshetsz abba a hibába, hogy olyan dolgokat is meg fogsz vásárolni, amire amúgy nincsen szükséged, de azért veszed meg, mert megteheted. És éppen ezért ez veszélyes, hiszen egy ponton akár destabilizálhatja az anyagi biztonságodat, az anyagi stabilitásodat. Hiszen gondold el, mennyire pehszérű lenne, hogyha egyszer elcsábulnál, kiadnál egy nagyobb összeget valamilyen luxus dologra, amire nincs is szükséged, és másnap megszűnne a munkahelyed, vagy csökken a fizetésed. Az egy nagyon érdekes szituációt eredményez, de én azt gondolom, hogy ne rúgd fel az eddigi titkos paktumodat saját magaddal, tervezzél, haladjál a stratégiád mentén, és ne csábulj el feleslegesen. Harmadik pont, csak olyan pénzt fektess be, ugye tőzsdén sokan szeretnének befektetni, beszállni a buliba, csak olyan pénzt, amire nincsen ma szükséged. Nincsen egy év múlva se szükséged, és ha minden rendben van, akkor nem lesz szükséged 3 évig se. Ugyanis a pénz az a tőzsde rendkívül volatilis, rendkívül nagy a felle ugrándozás, lehet, hogy medvepiacunk lesz, lehet, hogy egy kicsit úgy oldalazás lesz évekig akár, lehet, hogy beragad a pénzed, de lehet, hogy egy hirtelen felpattanás lesz, és azonnal tudsz realizálni nyereséget, tehát tényleg szigorúan olyan pénzt pakolj ide be, ami nem az létezésedhez kell, és ezért nyugodtan fogod megélni az árváltozásokat is. A következő az pedig a céged, a munkahelyed folyamatosan monitorozd. Hiába érzed biztosnak, hiába erősített meg a főnök abban, hogy most téged ez nem érint, én azt gondolom, hogy monitorozd a céged. Monitorozd a cégednek a piacát, gyűjtsed az információt, és figyeld a változásokat, figyeld a jeleket, hogy bármikor is változik-e a helyzet negatív irányba. Ha most a cégednél megerősítettek, hogy minden rendben, és kapod a fizetést, és akkor ezt nevezhetjük 100 pontos helyzetnek, tehát ez a 100%, akkor mindig készítsd el magadnak ezt a mérőeszközt akár, ha vizuális vagy. És akkor így értékeld a helyzetet, hogyha mondjuk a piacon olyan hírek jönnek azon a piacon, amin a céged dolgozik, hogy tevékenykedik, hogy hát
valószínűleg a kereslet azért zuhad már, itt fontos, hogy kiszűrd a jó infókat, akkor lehet, hogy most már csak ez a méter nem 100%-os, hanem csak 68%-os. Abba persze, amikor eljutsz az 50% alá, azaz úgy érzed, hogy itt 50% alatt az esély annak, hogy ez stabilan úgy fog működni, hogy munkahelyed megmarad, a fizetésed megmarad, minden megmarad, akkor válts át vészhelyzeti üzemmódba, és kezdj el még jobban félretenni, ott már kezdj el megszorítani akár a családi költségvetésen is, és készülj fel egy olyan helyzetre, amikor minden megváltozhat. Ez nagyon-nagyon fontos lesz. Az ötös pontunk, hogy az idő egyenlő pénz. Attól, mert te otthon vagy, attól, mert te tanulni kéne, attól, mert te home office-ba vagy, vagy egyszerűen csak hazazavartak, vagy elvesztetted a munkádat, vagy Szabin vagy, bármi. Könnyen belekerülhetsz egy ilyen végtelen időspirálba, hogy így összefolynak a napok, céltalanul tanks, lengs, és igazából nem veszed észre, hogy az idődet égeted. Mert ugye azt tudod, hogy a pénzt azt lehet égetni, a pénzt azt el lehet szórni, de az időt is el tudod szórni, pontosan a céltalansággal, azzal, hogy nem hasznosan használd fel az idődet. És éppen ezért én azt javaslom, hogy minden nap iktasd be egy én időt, egy tanulási időt, egy időt, amikor megnézel YouTube-ot, vloggereket, könyvet olvasol, valami, ami hozzáad értékben a te életedhez. Tehát nem azért nézed, hogy szórakoztasson, hanem hogy tanuljál belőle, és amitől többé válhatsz, ez kell. Én azt gondolom, hogy az idő az pénz, és minél később veszed ezt észre, annál többet fogsz bukni. Legyen napi rended, ez a hatos pontunk. Legyen napi rended a lakásba, a home office-ba. Nem jó az, hogy adhok jelleggel éled a mindennapjaidat, hiszen a munkahelyeden is volt egy menetrend. Vezessed be otthon is. Nézzek, mi az edzésidő, mi a étkezésidő pontosan. Mikor van én idő, mikor van tanulási idő, mikor kéne a gyerekekkel játszani, és mi a melód. Oszd fel! Ha nincs is melód egyébként, hanem csak a melód az, mint a takarítasz, vagy bármi, oszd fel szépen a következő hétre mindig előre, és egy tervet kövessél, máskülönben olyan szinten össze fognak folyni a napok, és azt fogod észrevenni egyszer csak, hogy tök értelmetlenül telnek a napjaid, belefáradsz, egyre kevesebb energiád van, mert nyilván, hogyha nem alkotsz, nem érzed azt, hogy hasznos vagy, az valamilyen szinten mentálisan fárasztó is tud lenni. És hát a hetes pontunk az, hogy csökkentsd a média zajt körülötted. Sajnos a jó hír nem hír, a ma még inkább igaz az, hogy a negatívum, a rossz hír a hír, és ez egy biztonságos játék a újságok részéről, hiszen olyan helyzet van, hogy éppen egy válságban vagyunk, egy társadalmi konfliktusban, egy viszmajor esetén, ott kockázatmentesen le lehet írni azt 15 000 egyérés, hogy itt minden rossz, minden negatív, lehet a negatív konteókat gyártani, mert igazából most ez a közhangulat. És a újságok ritkán vállalják fel azt, hogy egy ilyen helyzetben pozitívumról írnak, elmondják, hogy amúgy lehet, hogy tompább lesz a helyzet, mint amire számítunk, lehet, hogy nem ez akkora baj, mint amire számítunk, ehelyett fontosan arról győznek meg téged, hogy a lehető legrosszabb szenárió fog megvalósulni, és te ezt elhiszed, és egyre depressziósabbá válsz, a cselekedeteid egyre idegesebbek lesznek, és végső soron azért fogsz veszíteni anyagi értelembe, mert beléd ültették a félelmet, és a félelem irányít, és képtelen vagy gyakorlatilag racionális döntéseket hozni, és nyugodtan mérlegelni. Éppen ezért én tényleg erre biztatlak, hogy csökkentsd a média zajt körülötted, csak azt nézd, ami létfontosságú számodra, próbálj meg ne elolvasni mindent, és ne fokozd saját magad depresszióját, hiszen alapvetően a nap ugyanúgy felkelt, az ég ugyanúgy kék, a fű ugyanúgy zöld, és neked továbbra is lesznek lehetőségeid, csak lehet, hogy most nem így kell megtalálnod ezeket a lehetőségeket, hanem úgy kell megtalálnod. Én szeretnél téged biztatni erre, és végsősorban ezek voltak azok a túlélési technikák, amikről azt gondolom, hogy ezek már túlmutatnak azokon a sablon, üres lózungokon, amikről esetleg szó lehet, amit olvashattál eddig. Ezek azok, amiket tényleg bele tudsz építeni az életedbe, és tényleg hasznos
csak lehetnek jótékonyak a te helyzetedre, így nagyon bízom benne, hogy meg fogod őket fogadni. Ha tetszett a videó, lájkold, kövessd be a csatornát, tök jó, hogyha minél többen követnek. Gyere, linket találsz, csatlakozz az IFL Facebook csoportba, ott csomó minden meg tudunk beszélni, nincsenek trollok, viszont rengeteg okos ember van, aki segít neked a kérdéseidbe, és cserébe meg te is fog segíteni más kérdésbe. Szép napot kívánok, sziasztok!